Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást álnéven, a díjam 4000 forint. Először megnézzük, mit üzennek a csillagok az indiai asztrológia szerint, hiszen én ezzel dolgozom. A Skorpión jegye felett Plutó bolygó és Mars bolygó uralkodik. Tehát a Skorpión jegyében születetteknél, különösen Mars bolygó, nagyon nagy hatással van. Mars bolygó az a bika jegyében mozog, és az pontosan szemben áll a Skorpión jegyével, tehát itt tükröződik valami. Ez lehet a te élet erőd, és ez azt jelenti, fektesd ide be az erődet, és a bika jegyénél gyakran anyagi dolgokról van szó, a biztonság érzetéről van szó. Mars bolygó a bika jegyében a Vénusz házában van, tehát itt találkozik Mars-Vénusz ezen az életterületen, és az kihat a szerelemre is, tehát itt is tükröződik valami. Azon kívül Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, tehát szimbolizálja a lelki társadat is. És most megnézzük, hogy mit jelentenek itt a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi lehet a lelki társad, vagy utalhat a férfiakra is. Ti másfele tekintetek. Lehet, hogy nem bíztok ebben a párkapcsolatban, de mégis szép képek kötnek össze benneteket, ami itt látható. A szerelem. A gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy ő visszatér hozzád, akkor is, ha jelenleg még hátat fordít ennek, de mégis itt a gyűrű erre utal. Azon kívül a gyűrű lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság is. És a hajó jelenti a reményt, itt van a szerencse hozzá. A hajó jelenthet külföldet, külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Lehet, hogy ez a férfi külföldi, vagy külföldön él, vagy gyakran úton van. Ez az utazás kettőtök között lehet egy lelki út is, hiszen itt megvan köztetek ez a szerelem, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelenik a szív. Ez jelenti a szerelmet, de mindazt, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, a gyermekek, a család, vagy egy művészi terület, vagy sport, vagy utazások, hiszen az, amit te itt kedvelsz, erőt ad neked. Itt a hold fölötted, tehát a gondolataidban utal a vágyaidra, az elképzeléseidre, és az álmaidra is. Ha hiszel ebben az álomban, akkor ez az álom megvalósulhat. Az ő feje fölött ezek a képek láthatók. A gólyák utalnak változásokra. És ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Ez lehet egy munkahelyi változás, és a madarak jelentik a kommunikációt. Itt ezen a területen lesznek bizonyos beszélgetések, itt tisztázódik valami, ez a medve jelentheti a főnökét is. Ahol még változások lesznek, ez itt, ez a ház. Ez az otthona, jelenti a családot, vagy egy magánvállalkozás kiépítését.
Itt a virágcsokor jelenti a szépséget, a kreatív tevékenységet. Az is lehet, hogy itt egy kreatív munkáról van szó, lehet, hogy ő művész, vagy ő megszépít itt valamit az otthonában. Amit ez a virágcsokor még jelenthet, egy ajándék. Mivel a gondolataiban van, ez ő tervezi. Lehet, hogy meg akar ajándékozni téged valamivel. Amit a virágcsokor még jelent, az a te szépséged és nőiességed. Azon kívül te egy vonalban vagy a virágcsokorral. Itt van a kapcsolat, a változások, lehet, hogy valami megváltozik a külsődön, és itt van a szépség, a nőiesség. A virágcsokor szerencsét is hoz. Ezen a képen megjelennek a halak, és utalnak az anyagiakra. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, ahol lesz egy jó kimenetel, jelentik itt a csillagok, tehát pénzhez jutsz, ha erről van szó. De ha rendezed az anyagiakat, így október elején itt megvan ez a nyugalom, tehát ne adj ki pénzt, hanem várj egy kicsit. Akkor is, ha te befektetést tervezel, itt minden úgy megáll. Tehát nem hoz nyereményt, várj úgy október közepéig, mert akkor van itt siker, akkor vannak itt szerződések. Itt ez a kígyó utal a változásokra, a megújulásokra, van gyógyító hatás ennél a kígyónál, de jelenthet egy nőt is. És ez a nő itt van a nyilvánosságon. Ez a lovas férfi jelenthet egy férfit is, ez lehet egy házas pár egy gyermekkel, és közelednek hozzátok barátilag. Ez a kapcsolat nagyon jó, hiszen erőt ad, itt tisztázódik valami. Itt látható ez a hegy, utal a problémákra. Itt van a hamisság, és a felhő jelent olyan dolgokat, ami átláthatatlan. De szerencsére itt vannak az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalják a hegyet, a problémákat, az egerek felfalják a rókát, a hamisságot, az egerek felfalják a felhőt is. És akkor itt kisüt a nap. Láthatóvá tesz valamit. A hegy és a felhő mindkettő időkártya. Itt a téli hónapokról van szó, a felhő jelent fél évet. Ha te visszagondolsz a múltra, mi volt fél évvel ezelőtt, vagy mit, hogyan éltél át a téli hónapokban, és akkor úgy gondolod, az nehéz volt, volt hamisság, valaki megbántott téged, de ez az időszak lezárul. És itt van hozzá a kulcs. A kulcs lezárja ezeket az eseményeket, a kulcs lezárja ezeket a kapcsolatokat. De ez a kulcs jelenti a magabiztonságodat is, és segít abban, hogy kinyitj egy új ajtót, ezek lehetőségek, és ez tuti, hiszen itt van a pecsét rajta. Ez a levél utalhat egy hírre, de szerződésekre is. És itt a könyv, vagy a titkokra, az is lehet, hogy valaki eltitkolt előled valamit, vagy légy te titokzatos, óvatos ezzel a személlyel, aki fél évvel ezelőtt vagy télen megbántott téged. Amit ez a levél még jelent, bizonyos szerződéseket. Itt előtte vannak az utak. Az azt jelenti, ez a férfi döntéseket hoz.
eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez olyan hirtelen jön, erre utal a kasza, amikor nem is számít rá, vagy te nem számítasz erre. Nem csak ő hoz döntéseket, hanem te is, hiszen előtted van a kereszt. Az jelentett vallási témákat is, vagy egy spirituális területet, vagy a te hitedet, de jelent döntéseket, hiszen te is elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt kisüt a nap, láthatóvá teszi az irányt. Amit ez a kereszt még jelent, és kihat a szerelemre, hiszen itt van köztetek egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat, mert a ti sors utatok kereszteződött. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet. De azt is jelenti, hogy ne adj ki pénzt, nem kell most befektetni valamibe, hanem várj úgy október közepéig. Akkor itt lesz szerencse. A fa azt jelenti, hogy megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Te utal egészségügyi témákra is. Itt mellette a torony jelenthet kórházat. Az is lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, kórházban van, de itt lesz a szerencse, a gyógyulás. Amit a torony még jelenthet, bizonyos hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Itt lesznek fontos beszélgetések, és ez a horgony azt jelenti, meg lesz újra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelent munkát, hivatást, ez lehet egy nagyobb cég, ez a torony erre is utalhat, és itt megvan a lehetőség, hogy legyen egy munkahelyi változás. Itt van a kreatív tevékenység és a szerencse. Második hét, október hónapban itt látható. Itt vannak változások, megújulások, itt van a nyilvánosság, megkapod az elismerést, a gyermek utalhat a gyermekekre, de egy új kezdetre is, itt lesz mozgás, itt van a hűség, jelenti a barátságokat is, megvan az életerő, tisztázódik valami, rendeződik valami az otthont, a családot illetően, és a gólyák jelenthetik a változásokat. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Légy magabiztos. Itt kinyílik egy ajtó számodra, ezek a lehetőségek. Itt van egy hír, vagy a szerződések. A problémák, nehézségek elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Itt van a siker, a szerelem, a kapcsolatok, szerződések, a szív, a gyűrű összeköt benneteket, ő még döntéseket hoz ugyanúgy, mint te is. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Itt van a hamisság, ez lehet egy hamis személy, de lehet rossz gondolat is, egy negatív gondolat. Ó, ez úgysem sikerül, én ezt nem érdemeltem meg, búcsúzz el ezektől a gondolatoktól. Itt látható a felhő, mint mondtam, ez fél évet jelent, gondolj vissza, mit, hogyan éltél át. Lehet, hogy akkor valaki megbántott téged, itt vannak a titkok, de ez a könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbtanulást is. Döntéseket fogsz hozni, itt vannak utazások, külföldi kapcsolatok, a remény, és megjelenik itt a szerencse, lesz egy változás, azon hirtelen jön, amikor nem is gondolsz erre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!